Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják június 6-án csütörtök este. Tartsanak velünk! Jó planktonállomány és melegedő hőmérséklet, növekedésnek indult az Öregtó halállománya. 4,2 milliárd forintból épült új hipermarket Tatán, mától várják a vásárlókat is. Még Öveges Józsefhez kapcsolódó feladatokkal is meglepték a diákokat a város történeti vetélkedőn. 6 helyi termelő munkáját mutatta be eddig pályázati filmjeiben a Tatai Televízió. Ígéretesen fejlődik a korábban telepített halállomány az Öregtóban. A szakemberek időről időre ellenőrzik az állatok egészségi állapotát, növekedését. A város tervei közt szerepel, hogy a nyári lehalászások terméséből élőhalárusi teszt szervezzenek, így nem csak a halászfesztivál ideje alatt kóstolhatnának tatai halat a vásárlók. Rendszeresen ellenőrzik az Öregtó halállományát a Tatai Halászati Kft. Szakemberei. Az eddigi tapasztalatok alapján ígéretesnek bizonyulnak a korábbi telepítések, amelyek nem csak a tó élővilágáért felelnek, a vízminőségére is hatással vannak a munkálatok. Ugye a jó gazda gondossága az azt jelenti, hogy azok elődeinktől megörökölt eszközök, amelyeket a város tulajdonol, azokkal a lehető legjobban bánjunk, így vagyunk a halászattal is, hiszen itt ősidők óta halásztak az Öregtóban, a környékbeli tavakban, Ferencmajor, Réti tavak, mindig is volt halászat itt Tatán. Éppen ezért is, hogy az Öregtó halászati jogát 15 évre megkapta a város és a város cége, amelyben egyik együttműködő partner az a Cseketavi Horgász Egyesület, és bevontunk egy szakmai együttműködő partnert is, vagyis hogy fölépítettük úgy ezt a rendszert, hogy ezt a jó gazda gondosságához megfelelő szakértelem is társuljon, jó szakembereket tudjunk magunk mellett, és ezzel a közös munkával érjük el azt, hogy az Öregtó a lehető legjobban, leghatékonyabban legyen kihasználva haltenyésztés szempontjából, haltermelés szempontjából. Az Öregtóban horgászni azonban szigorúan tilos továbbra is. Az a helyzet, hogy az Öregtó halállományát sajnos nagyon kell védenünk. A tataiak már jól tudják, hogy az Öregtóban szigorúan tilos a horgászat, minden orvhorgász ellen feljelentést teszünk. A halászati őreink a nap 24 órájában járják a tópartot, technikailag jól felszerelve éjjellátókkal, hőkamerákkal, és ellenőrzik, hogy nincs-e véletlen orvhalásza a környéken. Hogyha mégis tettenérés történik, akkor természetesen mindenki ellen rendőrségi feljelentést teszünk. A szeszélyes időjárás sajnos a víz élővilágára sem volt pozitív hatással. A hirtelen hőfokváltozások a megszokottnál több hal elpusztulását eredményezte, azonban az Öregtó állománya még mindig jó tendenciát mutat. Nem voltunk igazán magadétlanul boldogok, mert semmi nem úgy működött a természetben, mint ahogy egyébként megszoktuk volna, vagy a ritmusa a természetnek azonos lett volna, mint a többi évekkel. Ha most úgy nézem, hogy amit eddig beletettünk, nagyjából megduplázta magát normális évbe, betettünk egy 3-400 mázsát, hát lehet benne olyan 800 mázsányi hal, ami majd az év végére egy 1500-1600 mázsáig nő meg, illetve ebbe a tóban, miután nem lehet ezzel lehalászni, mindig van valamennyi maradék. Az önkormányzat és a halászati Kft. Közös tervei között szerepel a nyári időszakban az élőhal árusítás is. Hivatalosan is átadták a vásárló közönségnek a város új hipermarketét, a volt Tatai Atlétikai Klub pályája helyén épült üzlet, 5200 négyzetméteres, egyedi kivitelezésű, tartószerkezete és a födén panelek is fából készültek. A vásárlókat 450 férőhelyes parkoló fogadja, de játszótér, éttermek, terasz és üzletsor is nyílt a területen. Június 6-ától már a tatai közönség is igénybe veheti az újonnan megnyílt Interspert. Városunkban adták át ugyanis a népszerű áruházlánc 34. magyarországi üzletegységét. A 4,2 milliárd forintos beruházás számos szolgáltatással várja a vásárlókat. Azt gondolom, mérföldkőhöz érkeztünk, abban tekintetben, hogy egy olyan városban tudunk nyitni hipermarketet, ahol eddig nem voltunk jelen ebben a formában. Az első Spár üzlet Magyarországon Tatán nyílt meg 1991. október 30-án. Azóta hatalmas felelőst tudunk magunk mögött, hiszen ez az 562. üzletünk, amit holnap meg fogunk nyitni,
és azt gondolom, rendkívül sok munka van, és tapasztalat van már ebben, amit most ide létrehoztunk. Azt gondolom, a maga látvány önmagáért beszél, amit látunk, hiszen hosszú fejlesztési munka eredményeképpen született meg ez az áruház. Alapvető értékeinket hordozza magában, mint az összes többi kereskedelmi egységünk is. Ez pedig a minőség és maga a bizalom. A bizalomra építettünk és találtunk bizalmat Tatán és a tatai városvezetésben, amiért ezúton szeretnék külön megköszönni, ami azt gondolom nekünk egy jövőmutató és hosszú távú együttműködésnek egy kulcskérdése. A minőséget próbáljuk, azt gondolom, minden szinten a vásárlóinknak nap mint nap bizonyítani. Közel 600 000 vásárlót szolgálunk ki minden nap a Spár Magyarország Kft.-ben. Termékeinkkel, árainkkal, minőségi szolgáltatásainkkal, illetve minőségi munkaerővel. A minőségi munkaerő is kiemelt számunkra, hiszen holnap 81 kollégán kezd el itt dolgozni és kiszolgálni a tatai vásárlókat azon a színvonalon, ahol ezt máshol is megszokhatták. Az 5200 négyzetméteres tatai Interspára volt atlétikai klub pályája helyén épült. Az áruház különlegessége pedig az a fa tetőszerkezet, ami az üzletlánc magyarországi története során városunkban épült először. Mi azt szerettük volna, hogy a tataiak nagyon-nagyon szeressék majd a Spárt, ehhez voltak komoly kéréseink és igényeink. Én azt szeretném megköszönni, hogy ezekben szinte teljesen meg tudtunk egyezni, jó kompromisszumokat kötöttünk, és olyan megoldásokat találtunk sokszor közösen, ami azt gondolom mindegyikünk előnyére válik, úgy az Interspár, mint a város előnyére. Köszönjük szépen azokat a fejlesztéseket, amelyeket, ahogy kértük, elvégeztek a városfejlesztési megállapodásunknak megfelelően, így az említett útfejlesztést, vagy a többi ilyen előírásunkat, kérésünket. Én azt remélem, hogy valóban úgy lesz, ahogy eddig is volt, hogy a tataiak a kezdetektől nagyon szerették a Spárt, és szeretik a Spár Tatán. Nagyon sokan kilométereket vállaltak azért, hogy átmenjenek a szomszéd városba és az ottani Interspárba vásároljanak be. Hát majd kíváncsiak vagyunk, hogy ott most mennyivel esik le a forgalom, de minden esetre én biztos vagyok benne, hogy egy jó döntést hoztak, amikor úgy határoztak, hogy mégis ezt az áruházat megépítik. Az új áruház kínálatán túl az Interspár 78 új munkahely lehetőséget is teremtette a város lakóinak. A kényelmes vásárlást könnyíti továbbá a 450 férőhelyes parkoló, elektromos autótöltő állomásokkal, valamint egy kerékpár kölcsönző állomás is kialakításra kerül a közeljövőben, Tataváros önkormányzatának együttműködésével. Hat csapat jutott be a Kóni Domokos Múzeum munkatársai által szervezett hagyományos várostörténeti vetélkedő döntőfordulójába. A diákok korábban ugyan készülhettek különböző témakörökből, de a pontos feladatok csupán a helyszínen derültek ki. Színes múzeumpedagógiai foglalkozásokat a lovakteremben szerveztek a döntősöknek. A Szikrázó szék című előadás Öveges József professzor úrtól először a képernyőn, majd a tatai diákok előadásában elevenedett meg. A tanulók bemutatója egyike volt az idei várostörténeti vetélkedő feladatainak, amiben a múzeum munkatársai most is több területen tették próbára a fiatalok tudását Tatáról. Az első fordulóban a város hat állomásán ismerkedhettek meg a gyerekek érdekességekkel, illetve egy előzetes felkészítő anyag alapján is fel tudtak készülni a versenyre. Ez a hat állomás a Porhanyóbánya volt, a Kávária dombnak a teteje is, meg az alján a sziklákról is hallottak információkat, illetve voltak a várban a dinokiállításban, valahol paleobotanikai ismeretekre tettek szert, illetve Öveges József szobránál is hallottak Öveges Józsefről, professzor úrról. Volt szókereső, igaz-hamis, Porhanyóbányába kellett behelyezniük olyan állatokat, amik ott előfordulhattak, ezen kívül villámkérdések voltak, lávalámpát készítettünk, szóval próbáltunk minél színesebbé tenni ezt a mai napot a gyerekeknek. A vetélkedőnek már nagy hagyományai vannak, a múzeum munkatársai arra törekednek, hogy minden évben más részeit ismerjék meg jobban a diákok a tatai város történetnek. Tavaly Tatai és Tóváros Egyesítésének volt az évfordulója, és ahhoz kötődött ez a vetélkedő, idén a természeti értékeket választottuk, úgyhogy gyakorlatilag az első nap folyamán olyan helyszíneket választottunk, mint a Kávária domb, a Porhanyóbánya, az Öveges szobor, a paleobotanikai gyűjtemény, tehát csupa olyan dolog, ami Tatához köthető, és Tata természeti kincseit ismerthettük meg vele, és akkor ma pedig a második napon ehhez kapcsolódó izgalmas és kicsit már gondolkodósabb feladatokkal vártuk a gyerekeket.
Az építők parkja beruházásához kapcsolódó a Zöldváros Szoft Tevékenység című pályázat részeként keresi fel a Tatai Televízió a város kézműves mestereit, helyi termelőket. A kezdeményezés célja bővebb betekintést adni munkájukba, az így eddig megszületett 6 kisfilmet a kajakházban vetítették az érdeklődőknek. Maguk a szereplők is a kajakházban látták először a Tatai Televízió által az elmúlt fél évben forgatott kisfilmeket. A Zöldváros Szoft Tevékenység című pályázat építők parkja beruházáshoz kapcsolódó munkája során a helyi médium több feladatot is vállalt, amelyben a tatai termékek előállítóira és termékeikre is nagy hangsúlyt fektetnek. Felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha kivételesen egy picit más szemszögből is bemutatnánk a helyi termelőket, kézműves mestereket, hiszen bőve bennük itt Tatán, és azt vettük észre, hogy általában az ő termékeiket látjuk a képernyőn, őket magukat is látjuk a képernyőn, viszont ritkán van lehetőségünk bepillantani abban, hogy ők pontosan milyen körülmények között, pontosan hogy, és egyáltalán miért dolgoznak ezzel a szakmával, és miért kezdtek bele, és mennyire jutott el mondjuk Tatán belül, vagy még Tata határai, megye határokon, vagy még messzebb az, amit ők csinálnak. A mostanáig elkészült 6 kisfilmben eddig nem látott helyszínekre is bepillantást nyerhettek a készítők, így például a népi fazekasmester, a tojás gravírozó vagy a divat tervező mindennapjaiba. A szám azonban még nem végleges. Mi úgy terveztük, hogy körülbelül egy 10 kisfilmet fogunk csinálni maximálisan, hiszen azért a mi kapacitásunk sem végtelen. Egyelőre 6 résztvevőnél tartunk, vannak még terpen jelentkezők, de vannak még nyitott helyek is, tehát ez a 10-es szám még nem telt be, úgyhogy szeretnénk ezt folytatni még a pályázat lezárásáig. Tapasztaltuk a kollégákkal, operatőr kollégákkal is a helyszínen, hogy egyébként nagyon szívesen látnak minket, nagyon szívesen mondják el a termelők azokat a dolgokat, amire mondjuk egy rövid interjúban, vagy egy nagyon specifikus magazin műsorban nincsen lehetőségük. Tehát például azt, hogy az adott szakmát ők a nagyszüleiktől mondjuk hogy látták, vagy gyerekként miből merítettek inspirációt, vagy mi történt velük az életükben, ami mondjuk ahhoz vezette őket, hogy elkezdjenek egyáltalán kézművességgel foglalkozni. Ez nagyon érdekes volt így személy szerint megtapasztalni. A kisfilmek mellett ősszel egy nagyszabású találkozót is kezdeményeznek a televízió munkatársai, ahol a bemutatott termelőkkel már nem csak a képernyőn, de személyesen is találkozhatnak a tataiak. Idén nyáron is lehetősége nyílik a 16 és 25 év közötti diákoknak nyári munkát végezni a város önkormányzatánál és intézményeinél. Többek közt a közös önkormányzati hivatalba, a Tatai Városkapu ZRT-hez, a Kunidomokos Múzeumba és a Városgazda Kft-hez is várják a dolgos fiatalokat. További részletekkel Vámosiné Illés Márta közösségszervező szolgál minden csütörtökön 13 és 16 óra között a Város Marketing irodában a Bercsényi utca 1 szám alatt. Jogi tanácsadással segítik a nőket és családokat a Család és Karrierpontban a Piarista Rendházban. Dr. Nedecki Enikő ügyvédnővel szerdánként 14 és 16 óra között lehet találkozni. A programra a bejelentkezés szükséges, amit a 30-as, 595-ös, 75-ös, 23-as telefonszámon tehetnek meg. Fogadónapot hirdetett a Tatai Rendőrkapitányság vezetője, dr. Friedrich Gábor rendőrezredes, aki június 19-én 10 órától 12 óráig várja a hozzáfordulókat, hivatalában az Ady Endre utca 27 szám alatt. A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden érdeklődőt június 16-án 14 órától kezdődő rendezvényére. Nemzetiségi Zenei Fesztivál lesz az Eszterházi Pezsgőgyárban. A Bai út 53 szám alá várják a látogatókat. Június 16-án többek közt fellép a Táti, a Paksi és a Szomódi Fúvós zenekar is. Folytatja irodalmi furfang elnevezésű sorozatát a Móri Zsigmond Városi Könyvtár. A kvízt a weboldalról is le lehet tölteni, melynek határideje június 8-a. A legjobbak könyvjutalomban részesülnek, a kvíz témája pedig Tolkien a Hobbit című műve. A holokauszt 75. évfordulója alkalmából mártír megemlékezést tartanak június 23-án Tatán a zsidó temetőben, a Kávária utca 61-nél. 10 órától istentiszteletet, 11 órától pedig emlékező beszédet tartanak.
Csütörtök esti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. Jó planktonállomány és melegedő hőmérséklet, növekedésnek indult az öregtó halállománya. 4,2 milliárd forintból épült új hipermarket Tatán, mától várják a vásárlókat is. Még Öveges Józsefhez kapcsolódó feladatokkal is meglepték a diákokat a város történeti vetélkedőn. 6 helyi termelő munkáját mutatta be eddig pályázati filmjeiben a Tatai Televízió. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, június 6-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hiszen Közéleti Kerekasztal című műsorunkkal folytatjuk, melyben a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartott tatai megemlékezésből láthatnak hosszabb összefoglalót. Én szép estét kívánok, és tartsanak velünk holnap este is. Viszontlátásra!